Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok, és a kocka el van vetve mai epizódjában a kickstarterek.hu jó voltából a Kohakut fogom nektek bemutatni. A Kohaku egy egyszerű, draftós, lapkahelyezős játék, amiben mindenki a saját minél szebb és minél több győzelmi pontot termelő koi ponty tavát építgeti. Kétféle lapka van a játékban, a koi ponty lapkák és a látványosság lapkák, ezek valójában a bónusz lapkák, a győzelmi pontokat adó lapkák. Minden körben draftolnunk kell egy egymással szomszédos koi ponty és látványosságlapkát. Ezeket el kell helyeznünk a saját területünk, a saját tavunkban. Avval szabálya, hogy felváltva kell őket elhelyeznünk, tehát koi ponty lapka nem lehet koi ponty lapka mellett, és látványosságlapka nem lehet látványosságlapka mellett. És ez a játék meghatározott számú körig megy, ez játékos számtól függ, hogy hány kör, és a játék végén az összes látványosság lapkánk, győzelmi pontot adó lapkánk, győzelmi pontot fog adni nekünk, vagy a velük szomszédos lapkák, vagy a velük egy sorban vagy oszlopban lévő lapkák alapján. És aki a legtöbb pontot gyűjti, az nyeri a játékot. A játék nem túl bonyolult, mégis vannak benne lehetőségek. Ezeket majd az értékelésnél elmondom, és majd a véleményembe kifejtem. Szokás szerint először nézzük meg, hogy mi van a játék dobozában, utána a teljesség igénye nélkül megpróbálom nektek elmagyarázni, hogy megy a játék, bár olyan kevés szabály van, hogy akár a teljesség igényével is el tudom magyarázni, és az epizód végén szokás szerint jön majd az értékelés, és elmondom a játékról a véleményemet. Akkor először szokás szerint is nézzük meg, hogy mi van a Kohaku dobozában. Ha kinyitjuk a Kohaku dobozát, akkor először is az angol nyelvű szabálykönyvvel fogunk találkozni, ami nem egy nagy vasszis dasz, négy lap az egész. Az alkatrészek már a felpakolás, hogyan kell játszani a játékot, milyen típusú halak, milyen típusú győzelmi pontot adó lapkák vannak, és a pontozás. Egy szóló játékmód, ez se túl hosszú, állítható nehézséggel. Egy játék szőnyeg, ugye ide rakjuk majd a draftolandó koi pontyokat és látványosságokat, itt pedig a játék végére a győzelmi pontszámolás, egy szuper inzert, a győzelmi pontjelölők, ugye 10-es helyi érték és 1-es helyi érték, vagy ha 100 felé lépünk, segédkártyák a játékosoknak, ami rajta van, hogy melyik típusú lapka mennyi győzelmi pontot fog nekünk adni, és maguk a lapkák. Halak, nem tudom mennyire fog becsillogni az akril, de ilyen akril lapok, aminek az aljára van festve, halak, amiknek a színe és egyéb dolgok számítanak, de azt mindjárt el fogom mondani, és a győzelmi pontot adó lapkák. Ennyi az alkatrész, és mivel ennyi az alkatrész, én most itt a doboz tartalmánál meg is mutatnám nektek, hogy melyik lapka mit csinál. Kétféle, tehát a halakon, a koi pontyokon lehet olyan, hogy csak koi ponty van, vagy koi ponty és a kicsinyei. A koi pontyok lehet egyszínűek, vagy kétszínűek. Ha kétszínűek, értelemszerűen például a piros és fehér koi pontra győzelmi pontot fog adni a szomszédos minden olyan látványosságlapka, ami a fehér vagy a piros koi pontyokért ad. Lehet direkt győzelmi pont pénzértéke a koi pontyoknak. Ezeket amúgy össze kell számolni a játék végén, mert ezek a
ezek a tiebreakerök, tehát döntetlen esetén ezek döntik el, ki nyer, akinek ebből több van. Lehetnek szitakötők a lapon, és nem tudom, látjátok-e, úgy van megrajzolva, hogy mintha hozzáérnének a vízhez, a koncentrikus körök, nagyon szép. Amik a békák, amiket a békák fognak megenni, vagy lehetnek kis halak, amik pedig a kövek alatt fognak elbújni. És akkor jöjjenek a győzelmi pontot adó lapkák. A teknős béka fix 5 pontot él. A szobrok attól függően élnek 1, 3, 6 és 10 pontot, hogy teljes oldalra hány lapka veszi körül őket. A kövek 1 pontot adnak minden szomszédos kis hal után, mert elbújnak a kövek alatt. A béka 1 pontot ad minden szomszédos szitakötő után. A lepkék az egyetlenek, amik nem a szomszédos, hanem a velük egy sorba vagy egy oszlopba lévő ugyanolyan színű halak után, például ez a fehér halak után, tehát ezután adna. És ők nem csak a szomszédos, látjátok, itt van a szomszédosság, de itt van a szomszédos, a többi nincs itt a szomszédosság, de úgy működnek, itt viszont sor és oszlop van. És a virágok. A virágok, ez a W, ez a white, mint fehér. A virágok 2 pontot adnak szomszédos fehér halak után, de ha mind a négyet, tehát mind a négy szomszédja, fehér halakot 12 pontot ad. És a virágokból van olyan, ami kétszínű. Itt, hogyha fehér vagy fekete, white vagy black van körülötte, akkor az 2 pontot ad. Ha viszont fehér és fekete, tehát úgy kétszínű a halunk, ahogy kétszínű ez a lilium szerintem, vagy lotus, akkor 3 pontot ad. Úgyhogy ennyi alkatrész van a játékhoz. Mindjárt felpakolok, és elmagyarázom nektek, hogy kell játszani a Kohaku-val. Fel is pakoltam a játékot 2 főre. Itt annyi a különbség 2 fő közt, hogy meg kell keresni a játékoszámnak megfelelő koi lapkákat. És itt a kis draft területünk. Ugye a játék úgy működik, hogy ki kell vennünk egy pár egymás mellett lévő koit és látványosságot, és el kell helyeznünk a saját tavunkban. Mondjuk az első játékos azt mondja, hogy ő kiveszi a kő, és ezt ugye, mert a kő a velszomszédos kis halak után fog adni, és megkezdi a saját kis területét. Az újratöltésnek van egy nem túl bonyolult különleges szabálya, középen lesz mindig üres a hely. Tehát innen a középen maradt lapkákat a nekik megfelelő helyre kell vinni, tehát ez egy díszítés, egy győzelmi pontot adó, az ide kell, a hal pedig hal ide kell, és mindig középre töltünk. Jön a másik játékos, ja, és így ugye változik a helyzete is a lapkáknak. A másik játékosnak nagyon szimpatikus volt a béka, de sajnos jelenleg sehol nincs szitakötők, úgyhogy a békát, ha ki akarja venni, hosszú távra érdemes tervezni. Úgyhogy azt mondja, hogy kiveszi ezt a békát, és ezt a kétszínű halat. Ugye ez így önmagában most lenne a játéknak vége, semmit nem adna. Ez ugye adna 2 pontot ennek a játékosnak a 2 kis hal után. Ezek kijönnek középről. Megfelelő helyre töltjük őket. Jön ez a játékos. Ugye ez a játékos kivette egy fehér halat, a lepke pedig sor, egész sor és oszlopba ad fehér hal után. Úgyhogy ő fogja, kiveszi ezeket. Ide teszi, ezt pedig ide teszi. Ugye középen ürült, nem kell tologatni. Jön az új töltés, jön ez a játékos. Neki a szitakötő nagyon jó, és nagyon jó a piros is, mert már van piros hala, ezt ide teszi. A szitakötőset ide teszi. Megint nem kell tologatni. És ez úgy egészen addig megy, míg ezek el nem fognak. Ha már nem tudjuk tölteni, tehát ha a halak a játékos számtól függő halak elfogytak, akkor vége a játéknak. Ez 2 játékosnál 14 kört jelent, 3-4 játékosnál 12 kört, és akkor szépen összeszámolunk mindent, ami pontot ad nekünk. Úgy érdemes, hogy balról, jobbra, fentről, lefele, tehát nekem ez adna 2 pontot a 2 fehér hal után, ez adna 2-t a 2 kis hal után, és itt van plusz 2 pontom, a plusz 2 pénz. Ugye ez adna 2 pontot a piros után, ez meg adna 2-t.
de ugye ez sokkal több, értelemszerűen sokkal több. De ez az összes szabály, csak nem játszom végig a játékot, úgyhogy a szabályok teljességeinek igényével így működik a Kohaku. Mindjárt összepakolok, és elmondom, megkapja a játék az értékelését, és elmondom róla a véleményemet is nektek. Mennyire jön át a játék témája? Én erre a Kohakunak adok egy 7-est, egy pici gyengébbet, mint a 4-es, 3-as és 4-es között. Nem egy témaerős játék. Majd a későbbiekben más kategóriáknál ugye kifejtem, hogy szép játék, de nem egy témaerős játék. Ugyanez a mechanizmus, ugyanez a játék szerintem nyugodtan működhetne más témával is. Igazán szerintem a téma maximum, mint esztétika jelenik meg, és nem mint beleélés, úgyhogy a témára egy 7-est adok a játéknak. A játék minősége, én erre adok a Kohakunak egy 9-est, majdnem tökéletes. Nagyon szépek ezek az akril lapkák, az a kevés kártya, ami van a játékban, nagyon jó minőségű ezek a segédkártyák, viszont ezeknek az akril lapoknak a hátuljára van festve, és ott a festék megpattan, akár csak, ha nem is maga a kép, tehát nem a pontyok, vagy nem a vízililiumok, vagy egyebek, ha csak a szélük is, de nagyon látszik, ugye egy kicsit az akril lapkának a nagyító hatása miatt nagyon látszik. Nem egy-két játék után fog előfordulni, de előfordulhat úgy, hogy nálam ez a játék akkor lenne tökéletes minőségű, hogyha két akrillapka között lenne a festmény, de így is szinte tökéletes. A játék megjelenése, én erre viszont egy 10-est adok, gyönyörű szép a játék. Már témánál említettem, ha valamiben megjelenik a játéknak a tematikája, az az esztétika. Gyönyörű szépen vannak megfestve a pontyok, a virágok, a szobrok, a kövek, a békák, a teknős, minden egyes típusú lapka gyönyörű szépen van megfestve. Nagyon szépen néz ki a játék. A 10-es az 10-es, de talán az elmúlt fél évben, évben, amit bemutattam játékokat, talán ennek a játéknak van a legegységesebben nagyon szép megjelenése. Tanulhatóság, én erre is adok egy 10-es, nem nehéz a játék, abszolút nem nehéz a játék, nem is arról szól, hogy nehéz legyen. Egyszerű mechanizmusokkal operál, és inkább a döntéseinknek van súlya, mint hogy a megtanulandó szabályoknak lenne. Újrajátszhatóság. Meglepő módon egy nagy lapkás játék, megkeverjük a lapkákat, véletlenszerűen jönnek mindig. Én mégiscsak egy 9-est adok a játéknak az újrajátszhatóságra, nem egy 10-est, mert a pontozási mechanizmusoknak van egy olyan végessége, X számú pontozási mechanizmusunk van, ugye a vizilírium, a béka, a kő, a teknős béka, a szobor. És igaz, hogy magukat a lapkákat véletlenszerűen húzzuk, és véletlenszerűen jönnek, és véletlenszerűen draftolunk, de ebben a játékban egy kicsit ezek a pontozási... Te nem mozogjál. Ezek a pontozási lehetőségek egy kicsit nagyon minimálisan azt mondom, hogy beszűkítik a játékot. Tehát még mindig nagyon újrajátszható, szinte tökéletesen újrajátszható. A tökéleteshez képest egy kicsit nekem volt egy olyan érzésem a győzelmi pontgyűjtő mechanizmusok miatt, hogy egy kicsit erősebben terel ez a játék, mint általában az ilyen típusú játékok, úgyhogy ezért kapott tőlem csak 9-est az újrajátszhatóságra. Összetettség és stratégia, én erre adok egy 8-ast. A Kohakunak jó, taktikai döntéseket is hozhatunk, és stratégiai döntéseket is hozhatunk. A legeslegelső lapka felvétel, vagy minden egyes lapka felvételnél ott van az, hogy most hogy helyezem le, taktika, és az, hogy később hogyan pakolom körül, vagy hogyan pakolok vele egy sorba, oszlopba, tehát a stratégia. Nem néznék ki az ember a játékból, és nem olyan súlya van azért a taktikának és stratégiának, mint mondjuk egy Twilight Imperiumba, vagy egy Dark Ages-be, de igenis taktikai és stratégiai döntéseket is lehet hoznunk a lapka elhelyezés kapcsán, úgyhogy én egy 8-ast adok
a játéknak az összetettsége és stratégiára. Szubjektív játékélmény, én erre adok szintén egy 8-ast a játéknak, jó, én élvezem, a játékot nem egy rossz játék. Amilyen helyet elfoglal a mechanizmus, a játékidő és egyebek alapján ebbe a kategóriában, ebbe a szegmensben nekem teljesen megfelel. Nem az a játék, ami legsűrűbben kerülne le a polcról, de egy olyan játék, amit minden egyes alkalommal, amikor leveszünk a polcról és játszunk vele, akkor élvezem vele a játékot. Úgyhogy egy 8-as kap tőlem. Interakció, ami nem számít be az értékelésbe. Én az interakcióra egy 6-ost adok ennek a játéknak, mert nem igazán interaktív. Tehát az, hogy kivesszük a lapkákat a másik elől, de mindig egyből visszatöltés van. Nem arról szól, hogy interaktív legyen. Igaz, hogy egy területről draftolunk, de ugye nem egy lehetőségünk van draftolni, állandóan visszatöltődik, amit kivettünk. Ez a játék nem azoknak szól, akik szeretik az interakciót. A 7 kategória alapján, ami beszámít az értékelésben, 8,71-et kap a játék. Úgyhogy matematikailag ezt felfelkerítve 9-re, én egy 5-ös alát adok a játéknak. A Kohaku egy egyszerű, inkább filler, mint egész estés játék. A győzelmi pontot adó lapkák kombinációja sok és jó lehetőséget ad nekünk döntésekre, akár mondom, stratégiai döntésekre is. A játékmechanizmusok, az a kevés játékmechanizmus abszolút mind támogatja ezt a kombózást. És ha csak egy fillerbe is, de alapjában jövő a Kohaku is valamilyen szinten a lehetőségek játéka. Draftolunk, kombózunk, és a kombókból alapjában véve az adott szabályok, az adott győzelmi pontszerzési lehetőségek keretein belül tényleg szabadon dönthetünk, szabadon kombózhatunk, odafigyelhetünk azokra a dolgokra, amit épp most leadtunk, de odafigyelhetünk arra a látványosság, tehát győzelmi pontot adó lapkára, amit 10 körre ezelőtt raktunk le. Úgyhogy tényleg egy nagyon kellemes, nagyon látványos kis filler játék, ami abszolút működik családi játéknak is. Kipróbáltuk, Minike, ő annyira nem társas játékos, nem lesz annyira társas játékos, mint Erik. Erikkel kipróbáltuk, és teljesen jó el volt vele 5,5 évesen, tehát nagyon jól eljátszott vele, tetszett neki. Megértette a kombinációkat, ugye a színekre kell odafigyelni, a pillangólapka kivételével mindegyik lapkánál csak az számít, hogy körülötte mi van, ugye a pillangónál számít sor és oszlop, tehát még egy 5,5 éves gyerek is meg tudta tanulni, és nagyon jól elszórakozott vele, de ugye akkor szerintem olyan a játék, mint a Takenoko, hogy családdal, akár még gyerekekkel is jó, de ha gamerek ülnek le játszani, ők is élvezni fogják vele a játékot. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket, Dudás Lajos vagyok, ez a kocka el van vetve, üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Köszönjük a kickstarterek.hu segítségét a mai epizód elkészítésében. A kickstarterek.hu webáruházban olyan játékok közül választhattok, amiket a társasjátékos tulajdonosok a Kickstarteren szereztek be, sokszor deluxe, komplet vagy jubileumi kiadásban. Tavaly év vége óta a kickstarterek.hu tököli társasjáték boltjában is megnézhetőek és megvehetőek a játékok, nem csak az interneten.